Sokan azt gondolják, hogy az öregedés első jele mondjuk a kézfején látható, vagy az arcon. Dr. Papildikó bőrgyógyásszal arról fogunk beszélgetni, hogy mi vajon az igazság, hogy hol látható először rajtunk az öregedés, ugye rajtam sehol, de egyébként, hogyha már beszélhetünk erről. Tényleg igaz az, hogy mondjuk a maga a kézfej az egy nagyon-nagyon árulkodó jel, hogy ki hány éves? A kézfej nagyon árulkodó jel, sztároknál nagyon sokat el szokták kapni paparazzik, hogy ugyan a arcuk azok nagyon szép, de viszont amikor a nyalnak egy fagylaltot, vagy a kezüket valahogy az arcukhoz emelik, és belekerül a képbe, akkor nagyon árulkodó jel a kéz is. Ugye a kézöregedés az egy fontos dolog, nagyon vékony a bőr, nagyon vékony a kötőszövet, kevés a kollagén, nagyon hamar átlátszanak az erek, az főleg az zavarja általában az embereket. Igen, erezettség szokta a nőket. Nagyon erős, így van, az inak. Mutasd a kezed, tedd ide rá az enyémre. Igen. Erezett volt egész évben. Szép kezed van. Igen. Még nincs rajta gyűrű, de szép kezed van. Tehát az erek, az inak, a csont, és akkor valahogy elfogy a kettő között a zsír. Ja, a zsír, úgyhogy, igen, a zsír, igen, tehát kimegy a zsír, úgyhogy ezt lehet akár zsírfeltöltéssel pótolni. Soha nem hallottam róla, hogy ilyeneket lehet csinálni, igen. De konkrétan beletöltik a kézfeltöltést. Beletöltik, és ha hiszik, ha nem, ez egyáltalán nem fájdalmas, és körülbelül egy 15 perces procedúra. Én azt elhiszem, hogy nem fáj, de... Vagy akár testzsír, vagy akár különböző feltöltő anyagok. Lehet tartós, féltartós feltöltő anyagokat lehet. Tegyük fel, hogy mondjuk a saját zsírunkat nem tudjuk felhasználni, vagy nem akarjuk, mert ugye azért megelőzi egy, valahonnan le is kell venni. De maga az az anyag, amivel mondjuk feltöltjük, az mennyire lesz mondjuk maradandó? Mennyi ideig látható ez mondjuk? Hát attól függ, hogy milyen anyaggal töltjük fel, ez 1-2 év akár lehetséges, és mivel ez egy 15 perces beavatkozás, egyáltalán nem fájdalmas, egy ilyen hosszú, flexibilis kanüllel csináljuk, egyetlen egy pontról kell szúrni, és az egész kéz az megvan, mondom, mind a két kéz összesen 15 hogy nem is alatt. Nem is hasonló, mint mondjuk botox, vagy más helyeken, nem. Hanem egyetlen csak... Egyetlen egy pici szúrással itt az egész kézfeje gyönyörűen fel lehet. Közben tölteni. Ilyen kis úthengere, vagy mi gyúró, nem, tészta, nincs, semmi gyúró. Tészta gyúróval közben így lapítjuk el. Nem kell egyébként? Nem. Magától eloszlik? Egyáltalán. Nem magától osztik el, hanem az ember ugye oda megy a bőr alatt olyan kis kanüllel, igen, amivel nagyon jó. Mitől függ az, hogy mondjuk saját testzsírt választ az ember, vagy feltöltő anyagot? Tehát ez valami javallat erre, hogy mit érdemesebb az adott pásztásnak? Igen, ez attól függ, hogy ki mit választ. Ha saját zsírt szeretne, akkor az tartós valóban, tehát akár az örökké is ott maradhat. Míg ha kevésbé szeretné a zsírnak a leszívás procedúráját, ami nem egy olyan nagy dolog, akkor szokták választani ezeket a féltartós anyagokat. Viszont közben kiraktuk a plazmánkra, ugye, hát igen, ez a dívát, a madonnát. Tehát ezt, amit szoktam mondani, hogy az arca az gyönyörű, szép, nagyon szépen meg van csinálva, de ugye ott a keze. Amit, de nekem tetszik a keze, nincs baj a kezével egyébként. Ezeket általában a nők nem szeretik. Tehát nagyon jó, nem csak szeretik, azt is, hogy ennyire látszik. Azt is látnunk kell a Madonna esetében, hogy azért ott a body az azért kiváló. Tehát én úgy tudom, hogy ilyen több órát jógázik, ugye gondolom magával van elfoglalva egész nap, és viszonylag szépen be van száradva. Na, de most nézze meg a kezét és az arcát ehhez képest. Tehát ez valahogy egyáltalán nem érik. De ezek az erek eltűnnek a feltöltéstől. Igen, ezek az erek, hiszen az erek közötti részt azt kitöltjük, ahogy ez így volt. Küldök egy SMS-t a Madonnának, vagy a közösségi oldalon, hogy mindenképpen csináltassa meg. Kíváncsi lennék. Mi van azokkal a foltokkal? Igen, ez is nagyon jó. Tehát itt még csak ugye a volumenpótlásról beszéltünk, viszont itt van a bőr rész, amikor a napsugárzás hatására ugye pigmentfoltok keletkeznek, és a ráncok, erre frakcionált lézerkezeléssel nagyon szépen rendbe lehet ezt tenni, és ne felejtsük el, hogy amikor elmegyünk és a körmünket megcsináltatjuk, akkor ott szintén UV-sugárzást kapunk, ugyan kicsi dózisban, amikor az UV-lámpa alá berakjuk a körmöket száradni. Pedig ezt a most már nénit én nagyon kedveltem egy időben. Nem néni. Catherine Zeta-Jones. Hát az ő kezese nagyon szép. De nem mondjuk ez nagyon csúnya, de szerintem az övé az. Szerintem a beállítás rosszul fotózták. Inkább nekem ott nem is az erezettség, ott azokkal a bütykökkel van valami. Probléma. Hát az azt szerintem semmi. Hát a bütykökkel semmi, adottság. Csak a fotózás, igen, szerintem, ha ez kinyitja a kezőt, Magyarországon van erre igény, nincsen. Tehát, igen, az a probléma, hogy Magyarországon talán kevesebb igény van, a külföldieknél viszont nagyon nagy igény van, tehát nem túl sok helyen csinálják, kevés helyen csinálnak Magyarországon kézfélszorítást.
Szép. Nekem még nem volt erre szükségem, mit szól hozzá? De hogyha szüksége lesz rá, akkor minden gondolkodás nélkül. Ponton megszúrja. Ez egy 15 perces beavatkozás, ez egyáltalán nem fájdalmas. Lidokaim van az anyagban is, úgyhogy ezt az ember, ha több éves tapasztalattal rendelkezik, akkor magának elvégzi akár? Hát azért azt nem nagyon, de különösen, mert ha valaki jobb kezes, akkor ugye a másik kézzel annyira nem sikerül, de szóval nem túl sok helyen csinálják Magyarországon, viszont külföldről, akik jönnek, azoknak igen nagy az igény, tehát van olyan sztár például, aki hozzám jár, akinek az első kérése az volt, amikor Amerika belépett, hogy a kezem. De például melyik a, ugye, akkor azt elmondhatjuk, hogy mondjuk az arcöregedés az ugyanolyan, mint a kézöregedés, csak az arcra szoktak először a nők figyelni, és azt próbálják meg elsősorban kezelni, és csak utána jön másodszorban a kéz fel. Ez így van. A kezük azok valahogy a nőket annyira nem zavarja, pedig az nagyon árulkodik el. Igen, mert mondjuk én is azt mondom, hogyha egészében nézem a nőket, tehát elindítom mondjuk a szemettől, utána megyek lefelé, akkor én de minden esetben megállok a női kéznél. Nagyon fontos a női kéz. Ez egyfajta. És hát azt hiszem, hogy most a nőtársadalom számára nagyon fontos lehet, hogy Krisztián mit szól a kezükhöz. Ez így van, és van még egy óriási sztárunk, Paris Hilton. És itt is látszik, lehet látni az inakat köztük, a két ink között, ugye volumen hiányzik, tehát oda is jó lenne egy kis volumenpótlás. Hát meg körmös ez is elmehetne azért. És közben megtökéletes az arc. Ahogy látom, hogy elmehetett volna körmös ez. Vagy van ez az eldobható kis csipesz, azt is használhatta volna esetleg. Minden esetre, hogyha bárki erről bármilyen többet szeretne megtudni, akkor hívjuk. Akár így van, lehet telefonálni. Ne felejtsük el a kezünket is kenni napfényvédővel, ez nagyon fontos. Nyáron különösen. Jó. Várod a hívásokat, minek várunk vissza, és szakértőnket az adás végéig hívhatják, és kérdezhetik a 0635 15 93 99-es számon. Köszönjük szépen.